Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Vereséget szenvedtek a Salgótarjántól első hazai meccsükön a Kékcápák. 4 góllal verte a Balmazújvárost a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Először rendeztek szenior úszóversenyt a nyíregyházi sportuszodában. Karate szemináriumot tartott a román válogatott szövetségi kapitánya. Vereséget szenvedett első hazai bajnoki meccsén a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A Kékcápák a Salgótarjánt fogadták, és a vendégek 84-82-es győzelemmel távoztak a Continental Arénából. A bajnokságot 2 vereséggel indító Salgótarján kezdte jobban a mérkőzést, de az első negyed végén már a hazaiak vezettek 2 ponttal. A második 10 perc derekán visszavették a vezetést a vendégek, és a nagyszünetre már 10 pontos előnnyel vonulhatott le a Salgótarján. Fordulás után kapaszkodni kezdtek a cápák, 2 pontra sikerült is megközelíteniük ellenfelüket. A Tarján azonban újítani tudott, és ismét 10 pontra nőtt a különbség. A hajrá izgalmasan alakult, Nagy Simon hármasaival látótávolságra került a Nyíregyháza, sőt utolsó dobásával meg is nyerhette volna a meccset a házigazda. Végső Bálint labdája azonban lejött a gyűrűről, így első hazai meccsén vereséget szenvedett Horváth Ákos együttese. Azt gondolom, hogy ha beesik az a tripla, akkor azt mondom, hogy az utolsó 2 perc alapján megérdemelt győzelmet arattunk, az első 38 alapján nem. Tehát nem ott vesztettük el, így van. Igazából az első fél időben egy nagyon kaparó, amire gondoltam is, hogy így lesz, és erről beszéltünk is ugye meccs előtt, hogy a Tarján 0-2-vel jön, és nem rosszak, egy igazi küzdős, hajtós csapat. Jöttek, küzdöttek, hajtottak, nekünk kijött ugyanaz a betegségünk, mint az első meccsen, csináltunk jó helyzeteket, de nagyon rossz százalékkal értékesítettük, és lélektanilag egy borzasztó helyzetbe kerültünk, a mínusz 10-nél fordultunk, utána fölkapaszkodtunk még egyszer egy 4-5 pontra, megint beesett 2-3 olyan tripla, ami lélektanilag a padlóra nyomott minket. Sokkal inkább ezeknek a miértje érdekel, és ezt meg kell néznem a videón és ott átelemezni, mert nem érdemes ilyenkor abba belemenni, hogy most ki hogy hagyta ott az emberét, meg a fiúk nagyon akartak, ebben nem volt hiba megint. Sok apró alapelv tisztázásra kell, hogy kerüljön. Dolgozunk tovább, mert nincs más út. A srácok is hisznek egymásban, hisznek a szisztémában. Ugye teljesen új a csapat, sajnos ilyen hullám benne van. Most nincs idő ugye ezen keseregni, mert jövő pénteken egy olyan bivajerős Pécsen játszunk idegenbe, hogy ott meg kell mutatnunk, hogy igenis van bennünk tartás, és egy olyan csapat ellen is abszolút partiba tudunk lenni, akár győzelemért utazni. A budafoki vereség után Jászberényben nyert a csapat, most a mérkőzés előtti esélylatolgatásokat nézzük, azért elmondhatjuk, hogy ez egy meglepő vereség volt. Benne van az, hogy akkor 4-5 napon belül ismét jöhet a jászberényi forma? Azt gondolom, igen. Tehát ez a hektikusság, a dobóforma, meg hogy kinek jön ki a lépés, kinek nem jön ki a lépés. Nincs igazán olyan keretünk, amiben megvan az, hogy na, ő az, aki mindig minden meccsen be fogja dobni, ezt mindig meg kell találnunk egymás között, és a szisztémát úgy kell alakítani, hogy a legjobbat hozzuk ki ebből a gárdából. Egyébként egy nagyon jó gárda, és emberileg is, és felkészültségben is azt mondom, hogy helyén van a szívük, meg kell találni a helyüket nekünk is, és nekik is. Tehát az, hogy úgy jöjjenek minden meccsre, hogy szétépjük az ellenfelet, és utána használjuk a szisztémát. Előre fogunk ebbe lépni, ebbe biztos vagyok. Nagyon hosszú még a bajnokság, és folyamatosan látok fejlődést. Most is voltak olyan dolgok, amiben fejlődünk, voltak olyan dolgok, amiben visszaléptünk. Igyekszünk. 2 pontos győzelmet aratott a Salgótarján Nyíregyházán, és lehet azt mondani, hogy megérdemelten, hiszen gyakorlatilag végig vezettetek. Mivel leptétek meg a Nyíregyházát, egyáltalán megleptétek valamivel? Azt gondolom, hogy nem számítottak arra, hogy ilyen sebességgel el tudjuk kezdeni a meccset, és arra, hogy ilyen sebesség mellett jó döntéseket tudunk hozni. Jár a gratuláció a csapatnak, hiszen végre kijött igazán az, amit napról napra, hétről hétre gyakorlunk edzéseken, az a sebesség, az az intenzitás. Azt gondolom, hogy ez hozta meg a mai napon a győzelmet.
A második negyedtől gyakorlatilag végigvezettetek. Többször felzárkózott a Nyíregyháza, de mindig tudtatok újítani, ez minek volt köszönhető? Több játékos is karaktert mutatott a meccsnek a második felében. Több olyan szituáció volt, amikor a Nyíregyháza 4-5 pontra megközelített minket. Mindig volt valaki, aki a csapat élére tudott állni. Annak örülök, hogy nem mindig egy ember állt a csapat élének, hanem tényleg 4-5 különböző játékos is, és ez tartást adott a többieknek is. Ez a harmadik forduló volt, még kialakulóban vannak az erőviszonyok, a Salgótarjának mi a célja ebben a bajnokságban? Ahogy azt látjuk, egyelőre eléggé kaotikus a piros csoportnak a mezőnye. Mindenképp szeretnénk tűz közelben lenni ott a rájátszás helyek valamelyikért. Nagyon örülök neki, hogy sikerült átszakítani a gátat. Ugye ez volt az első győzelmünk a szezonban. Ez volt a legnehezebb. Mindentől kezdve egy kicsit jobban megnyugodhat mindenki, és magabiztosabban tudunk majd játszani. A forduló további eredményei a következők. Fót Újbudamavc 63-82, Deac 23, Óbudai Kaszások 158, BKG Prima Akadémia, Vasas Akadémia 68-70, Budafok Jászberény 87-90, Meavc Miskolc Cegléd 106-90 és Pécsi VSK TF Budapest 122-81. A tabella élén a Pécsi VSK áll 3 győzelemmel, megelőzve a szintén hibátlan Vasas Akadémiát. Az 1 győzelemmel és 2 vereséggel 12. Nyíregyháza pénteken Pécsen lép pályára. Megszerezte második győzelmét a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Falcsik Miklós együttese a Balmazújváros fogadta, és 30-26-ra vert ellenfelét. Az előző bajnoki mérkőzés után távozó Gubó Alex nélkül, de a helyére érkező Varga Lászlóval a soraiban fogadta a hibátlan teljesítménnyel érkező Balmazújvárost a nyírbátor. A vendégek kezdtek jobban, de negyed óra után már a bátoriak vezettek. 30 perc játékot követően 15-12 volt az állás. Fordulás után nőni kezdett a különbség, 10 perc alatt 7 gólosra hízott a hazai előny. Az újvárosiak azonban újítani tudtak, és 2 góra felzárkóztak. A hajrá a nyírbátoré volt, így 4 góllal győzött Falcsik Miklós együttese. Tudja mindenki, vagy ha nem, akkor most elmondom, hogy nagyon nehéz helyzetben vágtunk neki ennek a mérkőzésnek. Ugye a böszörményi mérkőzés után Gubó Alex távozott a csapattól, aki azért tudja mindenki az eddigi eredmények alapján, hogy ő meghatározó része volt a csapatunknak, tagja volt a csapatunknak, és óriási űr maradt a helyén, amit Varga Lászlóval, egy volt Fehér Gyalmat, illetve nyíregyházi NB1-es rutinnal rendelkező játékossal próbáltunk megpótolni. Természetesen még nagyon sokat kell együtt edzen a fiúkkal, de már most lehetett látni azt, hogy ő pozitív, a pozitív hozzáállásával, a pozitív szemléletével és azzal a rengeteg rutin, amivel rendelkezik, az segítségre tud lenni majd a csapatnak. Erről a mérkőzésről azért tudni kell azt, hogy Lászlóval két edzésen tudott együtt dolgozni a csapat. Tehát ez látszott néhány eladott labdánál, néhány meg nem értett támadás szituációban. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ennél többet fog együtt dolgozni velünk, annál magabiztosabb lesz a mellette lévő játék is, illetve az ő saját építő jellegű játéka. A mérkőzésről talán annyit, hogy tudtuk, hogy mire számíthatunk. Tudtuk, hogy nyitottat fognak védekezni. Ezt nagyon szépen az elején higgadtan meg is oldottuk. Nagyon sajnálom, hogy néhány szituációban nem figyeltünk erre oda kellőképpen, hanem elkezdtünk kapkodni. Ezek ellen a fiatal, gyors játékosok ellen nem szabad hibázni támadásra, mert azonnal, mint látható volt, megbüntették. 4-5 gólt azonnal képesek voltak eltüntetni, akár egy perc alatt is, és erre nagyon-nagyon vigyázni kell a későbbiekben is majd. Azt sajnálom, hogy 10 perces gólcsendjük volt az ellenfélnek, volt kapus teljesítmény, volt egy kicsit jobb védekezés, fegyelmezettebb védekezés, és akkor nem tudunk közé tenni megnyugtató előnyt, hanem még a végén szidriznünk el hazai pályán. Ez egy kicsit elgondolkodható, és tanulságos kell legyen a következő mérkőzésekre, hogy az ittszereket be kell lőni könyörtelenül, és hogy akkor várhatjuk normálisan a következő ellenfelet. A vendégek edzője a vereség ellenére sem volt elégedetlen csapata teljesítményével. Nekünk nem is az eredmény számít igazán,
hanem hogy minél jobban megszokják a közeget, és ezekből a mérkőzésekből levonják a következtetést, és fejlődjenek következő szezonra, sőt, mivel ők fiatalok, már jövő hétre ebből tudnak fejlődni, és tudunk fejlődni. A mérkőzés összességében azt mondom, hogy a hazai csapat megérdemelte a győzelmet, ma az elejét leszámítva végig vezetett. Próbáltuk gyorsítani a játékot, ugye tudtuk, hogy a Nyír Bátor inkább a lassabb, megfontolt játékot fogja játszani, de ugye erre alkalmas a kerete és egy rutinos társaságból állnak, és ezt meg tudták oldani, tehát ilyen szinten nem tudtuk rájuk kényszeríteni a mi akaratunkat, de elégedett vagyok a második félidővel. Az első félidőből hiányzott belőlünk egy kicsi plusz tűz, hogy még szorosabb legyen ez a mérkőzés. Utána meg így alakult, de megyünk tovább, jövő hét új meccs, szóval levonjuk ezekből a tanulságot, és készülünk tovább. A nyírbátori színekben első mérkőzését játszó Varga László 3 góllal járult hozzá új csapat a győzelméhez. Nagyon készültünk erre a nyitott védekezésre és a gyors lerohanásukra. Ezt én úgy gondolom, hogy addig, ameddig fegyelmezettek voltunk, akár az első félidőben vagy a második félidőben fel tudtuk törni, illetve jól tudtunk védekezni. Amikor fegyelmezetlenek voltunk, kapkodtunk, akár védekezésbe, akár támadásba, akkor tudtak ránk jönni. Nyilván ez a csapat most, mivel bajnokság elején vagyunk, az első helyezést foglalta el, de én úgy gondolom, hogy ez időzőjebb nem reális. Nagyon tisztelem őket, nagyon jó kis csapat ettől függetlenül, de én úgy gondolom, hogy lentebb fognak ők még kerülni, de ettől függetlenül én nagyon-nagyon-nagyon úgy gondolom, hogy erős csapatnak bizonyult, mert ugye alig tudtunk időzőjebben nyerni. Nyilván nekünk a hibánk abból adódott, hogy nagyon sok zicsert kihagytunk, amikor meg tudtuk volna őket roppasztani, hogy esetleg 7-8 gólra le tudtunk volna menni, akkor belecsúszott 2-3 hiba, akár eladott labda, akár kihagyott zicser, ezen kell csiszolnunk és dolgozunk tovább, hogy a következő meccsre ezt kiküszöböljük. Én már nagyon vártam, hogy felvegyem a nyírbátori mezt. Ebből kifolyólag is volt rajtam időzőjebb egy plusz teher, de már úgy gondolom, hogy van annyi rutinom, hogy ezt le tudjam vetkőzni. Hál' Istennek én úgy gondolom, hogy voltak egy-két hibáim, de szerintem tudtam segíteni a csapatnak, fogok is tudni, azon fogok dolgozni, hogy minél jobb helyezést érje a nyírbátori csapat. A forduló további eredményei a következők: Deac 2 Kisvárda 30-23, Hajdúnánás Hajdúböszörmény 32-32 és Tiszavasvári Hajdúszoboszló 39-33. A tabella élén a Balmazújváros áll 6 ponttal, a 4 ponttal 5. Nyírbátor pénteken, a 2 ponttal 7. Tiszavasvári otthonában lép pályára. Első ízben rendeztek szenior úszóversenyt a Nyíregyházi sportuszodában. A 25 év fölötti versenyzőket felvonultató rendezvényen 130-an álltak rajtkőre. Mintegy 70 alkalommal hangzott el a jól ismert rajtjel szombaton az Iceman városi úszodában, ennyi futamban mérettették meg magukat a szenior úszók a Masters NSC kupán. 130 versenyző körülbelül 500 rajttal indul ezen az egynapos megmérettetésen. Természetesen rányom egy kicsit a végét a Nyíregyházán tartandó rally verseny is. Ez sokakat kicsit elriasztott, hogy nem voltak biztos a dolgokban. Én úgy gondolom, hogy ha ez jó hírrel és jó szájízzel megy haza mindenki, jövőre ennek a létszámnak akár a dupláján is lehetünk. De ne legyünk elégedetlenek, én úgy gondolom, hogy aki itt volt mai versenyen, a kisebb nehézségek ellenére jól érezte magát. A Nyíregyházi sportcentrumon belül már az új uszoda építésekor tervezték a szenior szakág létrehozását. Létezett eddig is Nyíregyházán szenior úszás. Sóstón voltak idénként versenyek, de ha jól emlékszem, kb. 8 éve már nem rendeztek szenior versenyt. Ez egy első alkalommal rendezett úszóverseny itt, és én nagyon bízom, hogy lesz folytatása. 2021 óta van Nyíregyházának, illetve pontosabban a Nyíregyházi sportcentrumnak szenior szakága. Ezt prioritásra hoztuk létre olyan szempontból, hogy vannak úszóink, hagyományaink, és ők követelték szinte azt, hogy legyen egy olyan összefogás, ami versenyzői szinten támogatja ezeket az úszókat, és találtunk hozzá megfelelő edzőt Kovács Ita személyében, aki irányítja, ápolgatja ezeket az úszókat, és egész jól haladnak, nem beszélve arról, hogy Európa-bajnokságon, világbajnokságon indulnak, ezért most ez a verseny Nyíregyházán reméljük, hogy hagyományteremtő. Esetleg a szenior úszás népszerűsítése és a célja ennek a versenynek, mennyire számotok, milyen távlatokkal tudtok számolni, bővülhet-e tovább ez a szakág itt Nyíregyházán?
Igen, nagyon szeretnénk, ha bővülne. Már azt veszük észre, hogy a különböző vízesportágakból, triatlonból, ötusából és egyéb úszásportágak, vagy a vízilabdások számon kérik azt, hogy legyen és lehet ilyen verseny, lehetnek ilyen edzések, mi pedig teret akarunk ennek engedni. Természetesen várjuk azokat is, akik csak a mozgás szintjén szeretnének úszni, nekik is vannak lehetőségek ugye a Nyíregyházi Városi Úszodával sportolni, de aki kicsit komolyan szeretne versenyekre szeretne látni, azt is szívesen látjuk. Sporton nemtől függetlenül? Ez így van. A kor az az alapkor a 25 év, tehát innen indul a szenior korosztály. Határa csillagos ég. A helyi versenyzők közül többen állandó részvevői a szenior úszóversenyeknek. 10 éve jöttem vissza a szeniorok közé, 10 éve kezdtem újra az úszást. Nem könnyű összeegyeztetni, este nem kell ringatni az embert, hogy elalváshoz, de azért szerintem nagyon jó ez így, hogy tudunk sportolni. A sportcentrum egy nagy lehetőség nekünk, egyrészt azt, hogy lehetőséget ad, edzés lehetőséget, másrészt Kovács itt a személyében egy egészen kiváló edzőnk van, aki biztosítja az edzésprogramokat és ellenőrzi a fejlődésünket. Hát a csapat nagyon fontos, nekem a legfőbb edzőpartnerem ugye Szokoldia, akivel minden reggel itt úszunk, illetve Cserés Miki. Motiváljuk egymást, tehát próbáljuk legyőzni egymást edzésen is, és ez nagyon-nagyon fontos. Ahogy fiatalabb korban, úgy szeniorként is fontos a sok befektetett munka és a kellő motiváció a versenyekre való felkészüléshez. Szenior korban, hogyha már az ember ugyanazt úszza, az már fejlődés, és nekünk nagyon jó edzőnk van Kovács Rita személyében, meg van egy nagyon jó úszótársam Cseimi, akivel együtt minden reggel itt vérre menő küzdelmek vannak. Reggel 6-ra járunk úszni, tehát reggel a munka előtt úszunk, és akkor utána meg én munka után szoktam futni, és meg hétvégeket is. Tehát futás és egy kis kondi. A versenyen úszott úszásnemek, távok változnak-e az idő során, vagy azért azok állandóak, és azért már évek, évtizedek óta mindig ugyanazokban a számokban indulsz? Igen, én hosszú távúszó vagyok, 400, 800, 1500, de kipróbálok más számokat is, mondjuk 200 mell, és akkor így meglátjuk, hogy hova javulok. A több mint 20 nyíregyházi mellett az ország más pontjairól, így például Török Bálintról, Kecskemétről és Hódmezővásárhelyről, sőt Szlovákiából és Romániából is érkeztek sportoló. A szentesi csapat több versenyzője ezt a viadalt sem szerette volna kihagyni. Körülbelül 80 fővel rendelkezünk jelen pillanatban. Ezek közül aktív versenyző körülbelül 50-60 fő, akik járnak rendszeresen versenyekre. Természetesen nem mindenki minden versenyre, hiszen ezt nem tudnánk győzni már. Miért volt fontos, hogy ide Nyíregyházára is eljöjjetek? Azért elég távol esünk tőletek. Jól szoktatok azért szerepelni minden évben a csapatok versenyében. Pontgyűjtés volt tulajdonképpen a cél, vagy egy kicsit az újdonság felfedezése? Egy picit az újdonság felfedezése, meg egy kicsit a régi emlékek felidézése. Évekkel ezelőtt mi jártunk ide Nyíregyházára, amikor itt rendszeresen a Sóstó fürdőben voltak versenyek, és úgy gondoltuk, hogy ezt a mostani versenyt sem hagyhatjuk ki, hiszen ez az első ebben a szép szobában. Szentesen hogy működik a szenior úszás? Együtt csapatban tudtok készülni, vagy mindenkinek, ahogy ideje engedi? Próbáltuk az együtt csapatban készülést, de ez nem működik. Azért nem, mert mindenkinek más az időbeosztása. Reggel 6 óra és este 9 óra között edzenek a tagjaink, mindenki, amikor éppen tud. Tehát gyakorlatilag inkább ilyen kisebb 2-3-4 fős csoportokban edzenek a tagjaink. Nemzetközi versenyeken mennyire tudjátok megmérettetni magatokat, mennyire cél egyáltalán? Mi járunk kezdetek óta Európa-bajnokságokra, világbajnokságokra, tehát mi rendszeresen részt veszünk ezeken. Valamint részt veszünk egyéb nemzetközi, nagyobb nemzetközi versenyeken. Ebben az évben például Tunéziában voltunk 11 fővel, most készülünk a Ciprus Openre, 14 fővel állunk rajthoz, utána Madeirára az Európa-bajnokságra is többen megyünk, és készülünk Dohára a világbajnokságra. A szentesi versenyző a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetségének alelnökeként arról is beszélt, hogy idehaza a Masters szakág még gyerekcipőben jár más országokhoz képest. Sajnos Magyarországon ezt még valahol nem tarolta fel a magasabb szintű vezetés, hogy ez igenis nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az emberek egészségesen éljék az életüket. Vannak erre példák, például Németország, Olaszország, Amerika, stb.,
ahol ugyanúgy kezelik a szeniorúszást, mint az elit sportágat, tehát ugyanúgy kapnak ők is felszerelést, támogatást és minden egyebet. Hát nálunk ez még sajnos nem működik. A szeniorúszóknak egyébként szinte minden hónapban van lehetőségük megmérettetni magukat, évente 3 országos bajnokságot is rendeznek számukra. Harris Wolman a román válogatott szövetségi kapitánya tartott karate szemináriumot Nyíregyházán. A 4. danos mester mellett román és lengyel válogatott versenyzőktől is tanulhattak az érdeklődők. Nekem mindig is álmom volt az, hogy egy saját klubom legyen, és tavaly november végén meg is alapítottuk, egyenlőre egy ideiglenes klubban működtünk, most sikerült már bejegyeztetni a saját klubunknak, amelynek a neve Nozomu Dojo. A Nozomu japánul reménységet jelent, és már most egy közel 50 fővel működünk gyerek és felnőtt csoportban együtt. Mennyire népszerű ez a sportág ma a fiatalok körében? Vannak országok, ahol nagyon-nagyon népszerű, legközelebb hozzánk Lengyelország, ahol bekerült már a iskola mindennapjaiba is a karate oktatás. Nálunk is elkezdték már ezt a folyamatot, és tudtam, ma pár iskolában jelen van. Alapesetben ugye ez nem egy olimpiai sport, ebből kifelé mindig a fegyelem miatt hozzák még a szülők a gyerekeket, és erről híres szerintem a karate, arról, hogy milyen mentális háttérre rendelkezik, milyen embereket nevelünk ki, hogy a karatésok többsége egyetemet végzett, és jó szakember a munkájában, megbízható magánéletében, és mi a Nozomu Dojo-ban, mi ezt képviseljük, én edzőként mindig erre voksolok, hogy a gyerekből egy embert neveljünk. A karaténak több ága van, mindegy, hogy valaki melyiket kezdi el? Mivel mindegyik japán eredetű, igen. Van ugye a full contact rész, amit mi csinálunk, a teljes erőből a versenyeken beviszik az ütéseket, rugásokat. Itt ez egy nagyobb erőfeszítés, azt gondolom a testesteleni harc. De ott van például Shotokan karate is, amit a német Szabolcs barátom vezet ugyanazon a helyen, ahol mi is edzünk. Olyan, ahol nem ütik meg teljesülően másikat, azt azoknak ajánlom, aki nem szeretné, hogy megüssék, de mind a kettő japán eredetű, és ugyanazt képvisel, igen. Te több Európa-bajnoki címet szereztél, világbajnok vagy, akkor ottól még versenyezhetné, mikor hagytál fel a versenyzést, és miért? 2017-ben fejeztem be, főként azért, mert elkezdtem házat építeni, és a családalapítás volt fontos. Soha nem éltem meg a karatéból, és nem is tervem ezt továbbra sem. Ezért fontos volt belátnom azt, hogy a versenyzésnek valamikor véget kell, hogy vessünk, és a karrierre, a mérnöki munkámra és a családalapításra is ráfeküdjek. Nem beszélve arról, hogy akkor már voltak tanítványaim, és én pár év akkor edzősködtem, és most teljesen már ezzel foglalkozom gyakorlatilag klubon belül csak. Említetted, hogy körülbelül 50 versenyződ van köztük olyan, aki esetleg a nyomodba lépett, majd az eredményességet tekintve? Az 50 fő az a klub tagságra vonatkozott, most egy 13-15 versenyzőnk van, a gyerekcsoporttal kezdtünk fél éve, ott is lesz már 10-valahány versenyzőnk, november végén közel 30 versenyzővel tudunk indulni valószínűleg a kisvárdai versenyen. Most gyakorlatilag van olyan, hogy az én nyomdokaimba lépett a könnyű súlyú férfi tanítványom, aki 19 éves, Magyarországnak ő a könnyű súlyú bajnok a férfi mezőnyben, illetve van még 2 junior válogatott versenyzőnk is. Ez a mai nap egy szeminárium, még kik vannak itt, kik tartanak előadást? Harris Wolman, aki a román válogatottnak a jelenlegi vezetője, sőt sok-sok éve ő a vezetője, nagyon sok Európa bajnokot nevel ki. Annyira egyedi mozgáskultúrájuk van, és olyan, ő egy művész lélek, azt gondolom, hiszen japán stílus, vagy egyéb stílusú kardokat is, késeket gyárt egyébként magánéletében, meg fest is. Egy igazi művész lélek, és a karatéban is így él. Annyira egyedi stílusa van, hogy azt gondoltam, hogy fontos, hogy őt meghívjuk ide. És az ő felesége, az Anka, aki többszörös Európa-bajnok volt, küzdelemben is remekelt, nagyon sokáig az élen volt a világon, illetve formagyakorlatban is többször Európa-bajnok lett. Mire jó egy ilyen nap? Mit tudnak tanulni kétszer, mondjuk 2 óra alatt a versenyzői? Nekem nagyon fontos az, hogy lássák, hogy a világban más neves mesterek is vannak, hiszen minden nap tőlem tanulnak, és én azt szeretném, hogyha találunk olyan embereket, akiktől bármit lehet tanulni, akkor ezt az én tanítványaim megkaphassák, és szembesüljenek vele, hogy nem ennyire zárt a világ, ahogy ezt látják nap mint nap, és ki kell nyitni azt a bizonyos ollót. Másrészt meg az eltérő gondolkodás, a barátság építése, és ugye nem beszélve arról, hogy a lengyel válogatott egy része is itt van, hiszen velük 5-6 éve dolgozunk, és nagyon szoros kapcsolat
kapcsolatot ápolunk együtt, oda-vissza utazgatunk egymáshoz évente többször. Ők most szintén eljöttek csak erre a két edzésre. Említetted, hogy a karate egyelőre nem olimpiai sportág. Milyen a versenyrendszer? A versenyrendszer elég vegyes. Van egészen a pici gyerekeknek is már 8 éves kortól mondjuk egy olyan személykontakt, ahol nem ütik meg, nem rúgják meg teljes erőből egymást. Be vannak öltöztetve fejvédőbe, testpajzsba, kesztyű van rajtuk, lábszervédő. Mi ugye fejre nem ütünk egyáltalán, csak testre és fejre is csak érintőlegesen rúgnak a gyerekek. Illetve a felnőtt és junior korosztályban van az, ahol már teljes erőből ütjük, rúgjuk egymást, de egészen felnőtt korosztályig még junior szabályban csak érinteni szabad a fejet. Európa világbajnokság milyen gyakorisággal van? Csúcsoportos világbajnokság gyakorlatilag évente rendeződik, vagy két évente általában a szervezettől függetlenül. Mi szervezetünkben 4 évente vannak a világbajnokságok, de minden második évben vagy csúcsoportos, vagy csúcsoport nélküli világbajnokság van. Ide nagyon-nagyon nehéz kijutni, többnyire Európa válogatottnak kell lenni. Ez azt jelenti, hogy Európa bajnokságon döntőbe kell jutnod minimum. Nincs még egy éves a klubod, egy picit előre tekintve, hol szeretnéd tartani mondjuk 5-10 év múlva? Nem gondolkodtam ebben, mert nekem nagyon fontos, hogy egy jó csapatot építsünk, és ha szájról szájra terjed az, hogy a mi klubunk egy nagyon barátságos, mosolygós edzésekkel teli, mégis következetes munkát végzünk, akkor azt gondolom, hogy várunk mindenkit szeretettel. Nekem már ez nagyon nagy boldogság, hogy most közel 50-en vagyunk, és nem könnyű azért ennyi ember előtt példaként előjárni, de én azt igyekszem minden nap megmondani. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!